a Lajosmizsei Helytörténeti Egyesület kiállító termeiben különleges tojások kerültek kiállításra lévén, hogy húsvét előtt vagyunk, és kérdezném a vezető igazgató asszonyt, hogy mit tudhatunk, milyen tojásokat látunk itt. Tulajdonképpen magyarországi mintákat és erdélyi, valamint felvidéki mintákat készítettem el, különböző technikákkal, de inkább a technika szempontjából, az elkészítés technikai szempontjából csoportosítottam, mert itt vannak erdélyiek, dél-dunántúliak és észak-magyarországiak egyaránt. Na most hát ezek ugye láthatóan átlagos díszítésű tojások, amit szinte bárhol ugye megtaláltok, azért itt elég sok különlegesség is van. Mondjuk nem itt, hanem egy kicsit odaibb. Igen, hát ezek mind gravírozott tojások. Az mit jelent? Az igazság, ez azt jelenti, hogy egy gravírozó felszereléssel elkészítem a mintát. Az, hogy kell elképzelni ezt a gravírozó berendezést? Olyan, mint egy ceruza, és szépen rárajzolom a mintát, nem nagy dolog. Itt pedig maradott tojásokat látunk, amit igen, szintén hogy is kell érteni? Hát ez be volt festve bordóra, és ráírtam viasszal a mintát, aztán egy maró folyadékba tettem, az lemarta a ráírt viasz írás mellett a festéket, és így maradt. Volt, ami a teljes színébe, ez a tojás színe volt, és ezt ugyanúgy készítettem el. Ráírtam a mintát, és lemaradtam a tojás héjnak a színét. Most én akkor itt egy több száz lehet, ugye? Vagy nem, akár ezer? Ez inkább több ezer. Több ezer? Igen. Úristen. Hát egy és két ezer között. Most pontosan nem tudom mennyi. Tavaly 1000 volt itt bent kiállítva, azóta több lett. Kint is volt 800. Úgyhogy nem tudom, mert mindig változik. Itt megint egy újabb típusú tojásokat látunk. Ők milyenek? Igen, hát ez gravírozott, kékfestő mintások. Gravírozott technikával készült. Tehát és maradott. Ő is maradott, csak másképpen. Maradott. Na most ez tulajdonképpen nem is kékfestő minta, hanem ez egy ókalocsai minta, csak úgy bejön, ez már kékfestő minta. Az ókalocsaiban több olyan virág is van, amit a gyerekek meg tudnak csinálni. Hát itt ezen látszik, hogy ez ugye kékfestő. Ezt gyerekek csinálták? Ezt én csináltam. Ó, bocsánat. Ezt 2001-ben kaptam barátnőmtől, és sajnos az idén megsérült. Hoppá. Ez főtojás volt, és főtojás volt. Összeszáradt benne. 2001 óta? Igen. Igen. Több ilyen is van. És ők például milyen technikával készülnek? Ez a berzsel tojás, ami nagyon egyszerű, és most nagyon gazdag a repertoár, mert rengeteg virág kinyílt ugye április végéig. Sok virág van, melyik például itt van az. Jó, ez. Tehát akkor hogyan készül? Ráteszem ezt a gyönyörű kis levelet, bevizezem, ráteszem, és egy darab nejlonharisnyát leteszek az asztalra, ráfektetem, összefogom rajta, csomót kötök, beledobom a festékbe, és kész. Úgyhogy ez nem egy olyan nagy. Értem. Rájöttem, hogy ezt egy férfi ember készítette először is, mert kaptam tőle egy párat. Ez azért férfi ember, ez csúnyább? Nem csúnyább, nem. Nekem rettentően tetszik, mert ez egy vasárnapi apuka. Igen. Minden alkalommal, amikor tojásfestés volt, jött a gyerekekkel. Aha. És egyszer csak hozott nekem ajándékba tojásokat. De most nézd meg, nem ismeri a mintákat, de aki nem ismeri a mintákat, volt már, hogy fekete tojásból ördögöt csinált, úgyhogy... Na, de még... De az legalább egyéni lett. Az egyéni volt, de ez is egyéni, nézd meg, több színnel festette ki, és a ritmusa megvan, a színek... De én nekem nagyon tetszik. Lehet, hogy... Főleg az, hogy férfi csinált, ez ritkaság. Ezek írott tojások. Írott? Írott tojás. Hogy kell érteni? Ezt úgy kell érteni, hogy simán megírjuk, aztán viasszal megírjuk, beletesszük a festékbe, egy bizonyos ideig áll, még be nem fogja, aztán utána gyertyalángjánál fölmelegítjük, ledörzsöljük róla a viaszt, és ilyen marad. Tehát azért így elmondani könnyű, de elég sok munka ez, nem? Hát elég sok, igen. Nos, hát majdnem elmentem itt a tojások mellett. Olyan egyszerű kis díszítése van, de ez... Ez szólít, de szalmával. Ezt hogy kell már megint érteni? Szalma van ráragasztva? Szalma van ráragasztva. Uramisten. Ennyi.
Érdekes, nem semmi. Ez megint rengeteg munka lehet. Ez se sikerült eddig, az idén sikerült először tökéletes. És ez szálanként úgy van ragaszgatva? Úgy van szálanként, van idő. Nem? Fantasztikus. Nyugdíjasnak. Hát köszönöm szépen. És mellettejük már festettek, ugye? Ők festettek, hát ő a viasz eredeti színében van, ez a pár. A többi pedig szintén viasszal írott, viasz mintás. Nincs lemaradva róla, ennek ez a mintája. Ezt Észak-Magyarországon használták régen, ezt a díszítési módot. Lelki csárda alatt tojások vannak, természetesen húsvét előtt vagyunk. Így van. Ez is írott tojás, csak kétszer lett befestve. Először pirosra lett festve, aztán a csillagot szépen bevontam viasszal ismét, és utána fekete festékbe tettem. De hát most az egy viszonylag egyszerűnek tűnő, de sok munka ez is. Ám nem mondjuk, hogy mit látunk itt. Jaj, ezek ilyen különleges tojások, hát végül is. Azért a kamera ráakadt, ugye? Ezeket, ezt gyerekek készítették, ezt, de ez is nekem tetszik, ezt festette valaki. Ez egy tehát ezek, ezeket mindegy, ezeket gyerekek készítették? Igen, akkor Kalocsai, hát nem tudom, szóval ezt mikor a gyerekek mindegy. Még így hozták. Kusvétel, le a kalappal, igen, aranyosak. Akkor van egy Hartai, aha. Ezt én kaptam egy bútorfestő barátnőmtől, Hartáról, úgyhogy ezen bútor minta van tulajdonképpen, bocsánat. És van hímzett is, amit nem tudom, hogy készítettek, nem tudtam... Az hímzés rajta. Hímzés rajta, nem tudtam kinyomozni, hogy ki készítette, vissza szerettem volna adni. Fantasztikus. És nem jelentkezett. Itt viszont van egy aki fa munkával foglalkozik, ez nekem készítette ajándékba. Fából fa tojást, igen. Igen. Aranyos. Aranyos. Jó férfi ember volt? Hát nők nagyon ritkán csinálnak ilyet, igen. Értettük, ez gyanakodtam, igen. Jó, rendben. És akkor ott látunk még egy érdekeset, ő micsoda is? Igen, ez egy gyöngyözött tojás, ez nagyon értékes, ez én úgy érzem a súlyán, hogy lehet, hogy fa tojás. Azt a, nem semmi. Szép munka. El volt egy ideig. És ott a magyar címet látok az egyik tojáson. Igen, ezt férfi emberek készítették, pásztorok, tulajdonképpen késsel karcolták bele, hát van egy címer, és még mi van? Jaj, van a svéd a gondolván még egy kereszt is van. Metszett, libatojás, na ez nem mindegy, ugye eddig csak tyúktojást láttunk, ugye? Tyúktojást láttunk, igen. Igen, szuper. És ezt a technikát nem is lehet tyúktojásnál alkalmazni, mert itt tulajdonképpen a vastagságából jön le. Aha. Hogy a vastagságából? A héjának? A héjának a vastagságából, igen. Ez is meg volt írva viasszal, nagyon egyszerű végül is, csak ez kimagasulik. A tyúktojásnál csak a szívével. Tehát ez egy dombormű rajta. Igen, igen, egy dombormű saját rajta. Anyagából. Igen. Szép. Bocsánat. Különleges. És aztán itt a zöld. Hát ez emutojás, ezt ajándékba kaptam. Emutojás. Bogdán Jenőtől. Igen. És kedves nejétől gyönyörű. Kaptam. Arany mintás tojások. Igen, ez jól hangzik. Gömörbe készítették, régi magyar felvidéken. Tulajdonképpen viasszal megírták, és aranyporral bevonták. Igen, hát látványos. És itt milyen tojásokat látunk? Hát ezek csipkézett libatojások. Libatojás csipkézett. Igen. És hogy készülnek? Hát egy kisebb és egy nagyobb lyukasztó kell hozzá. Kijuggatod. Ja, ilyen egyszerű, értem. Ilyen egyszerű. Nagyon jó, és nem törik össze? Nem törik össze, nem. Nem mind. Meg van beszélve. Amelyik eltörik, az már ideig nem jut el. Értem, az nincs itt. Ja, az nincs itt, igen. Történt a nagymamával? A nagymamával az, hogy Parkinson kóros lett a nagymama, és nem tudott tojást vinni az unokáknak. Úramisten. De jöttek az unokák, és ő nem engedte, hogy más csinálja meg a tojást, mert azt neki kellett megírni, amit az unokáinak szánt. Ezért fogta, és beleöntötte a forró vízbe a viaszt, aztán belemártotta a tojást, és az így ragadt rá, melyiknek éppen hogy sikerült, és utána befestette. Egy a lényeg, hogy mégiscsak lett húsvéti tojás. Igen, és lehet, hogy az unokák jobban örültek neki, mint a többi tojásnak, mert a nagymama ahhoz képest, hogy olyan beteg, nekik mégis készített tojást. Hát nem semmi. Szép történet. És itt? Ezek karcolt tojások. Igen. Hát ezt egy késhegyel vagy szikével készítették.
Ezeknek is speciális munkájuk. Sok munka lehetővé is. Igen. És ők? Ezek gravírozott tojások. Igen. És ezek csak festettek? Ezek csak viaszfestés, ezek többi szintén gravírozott. Hát van benne egy-egy gyönyörű. Szép. Van Lajos Mizsén, egy világhírű emű farm. Volt szerencsénk látni már őket. És őnekik igazán különleges tojásaik vannak. Nézzük meg, például ez egy gyönyörű emű tojás volt, és belett pántol, vagy mi ez? Patkolt, bocsánat. Patkolt technikával van elkészítve, de ez már mint egy ékszerész. Ez hát, ez nem semmi munka lehet. Magasságokban van. És ezek a tojások megvásárolhatók? Ezek megvásárolhatók. 25 ezer forint egy patkolt emú tojás. Ilyen, értem. Menjünk tovább. Ő is egy ilyen patkolt, ugye? Igen, három darab patkolt emú. Három darab patkolt van. Oké. Őt kiemelnénk? Megnézhetjük? Nem semmi. Szép. Komoly munka. Ő egy nandu tojás, ami olyan, mint az emu, csak mégse. Tehát nandu, te igen. Igen, és... Főleg az, hogy ő fehér például, abból már biztos látszik. Natur, és még nincs rajta, hogy a minta, így 5000 forint. Itt viszont szintén egy emu tojást látunk, ami hogy készült? Ez festett minta festve van rajta. Aha. Én nekem a véleményem szerint, mivel ezt nem én készítettem, nem nyilatkozhatok, de szerintem sima festett minta, és hát engem a kínai sejem mintára emlékeztet legjobban. Nem tudom, hogy ki tervezte. És ő mennyibe kerül? 25 ezer forint. Hoppá! Tudunk egy közönséges, milyen tojás ez? Kacsa tojás. Kacsa, bocsánat. És az egyik oldala csipkézett, a másik pedig gyöngyözött. Hoppá! Érdekes. És ő is eladó? Ő is eladó, 6 ezer forint. Oszta! Hoppá! Gyöngyözött. Igen, kis gyöngyöt láthatunk rajta. Hogy az hogy rakta oda, azt nem tudni. Szép. De valahogy oda rakta. És mit látunk itt? Hát ez egy festett libatojás, 6000 forint szintén. Hát igen, és speciális. És van egy szalma mintás, tyúktojás, ezt kiveszem a kedvedért. Oké. Okay. Ez gyönyörű, mint egy ékszer, bocsánat. Hát valóban ő már ékszer minőség. És mi van rajta? Ez rá van ragasztva, ez a szalma? Hát azt nem tudom, hogy milyen technikával. Gondolom. Valószínűleg ráragasztotta, de itt én, mintha öltéseket is látnék, vagy pedig apró pici szögek. És ez a rendkívüli apró mintás, sok munkát igénylő kis tojás, 5000 forint, ha jól értettem. Igen, és gravírozott tulajdonképpen az én véleményem szerint. Ez a hatalmas, viszont nem zöld, hanem krémszínű tojás. Ez strucc tojás. És strucc tojás. És patkolt technikával van díszítve, és ez 30 ezer forint. Egy ilyen tojás 30 ezer forint, hát nem semmi. Ez a művészi festésű strucc tojás, szintén 30 ezer forintért megvásárolható, az Emu Farm tulajdonosától. Igen. Ezek a szintén rendkívül munkaigényes emu tojások. Igen, ezek gravírozottak. Igen. És ha jól emlékszem, 25 ezer forint. Ő viszont csipkézett emutojás. Csipkézett, gravírozott emutojás. Szupi. És ő is 25 ezer, úgy emlékszem. Ez a reklámtojás gondolom, hogy nem eladó. Igen. Majd megkérdezzük az emufarmos kollega urat. Hát neked lehet, hogy eladja. Kész, nézd, hogy jó, ne, annyi. Le is vágtam a szállat, mert föntől elvázik. Thank you.